azt lehetett látni, hogy valamilyen művészi ambíció mújkál bennem. A rajzokkal az apám valahogy fölkeresett egy-két híres művészt, például a Bernard Aurélt, végignézte a rajzaimat, és utána mit mondott apámnak, vagy mit nem, azt nem tudom, de azt tudom, hogy utána az apám nem ellenkezett. Fölvételt nyertem az Ipmeszeti Főiskola belső építés szakára, és azért oda, mert akkoriban nem indult díszlettervezői szak. Mi itt megtanultuk azt, hogy egyrészt saját kezülök, hogy tudunk előállítani például egy bútort, de megtanultuk azt a technikát is, hogy hogyan áll össze egy épület. Az alapozástól a tetőig. Tehát egy ilyen nagyon érdekes ív, ami az építészet maga, ahogy a térformálás, ahogy a környezetformálás megtörténik. Amikor én megtanultam a belső építészetet, akkor mindent önállóan kellett kitalálni. Akkor nem tudtunk a világban lévő kapható design bútorokból behozni Magyarországra egy tárgyat, hanem mindent a belső építész rajzolt meg. Világítástól a szőnyegig, a beépített és mobília bútorokig mindent egy belső építész határozott meg. És rajzolt meg. Még az ülő bútorokat is mi terveztük meg, és gyártották le. Közti Középület Tervező Intézet Magyarországon akkor már az egyik legismertebb nagy tervezővállalat volt. Oda meghívást kapni, ez egy óriási dolog. Így van. A belépésem utáni első nyáron már önállóan terveztem egy speciális irodaházat. Aztán utána a Parádi Gyógyfürdő Kórházat egy fiatal kollégámmal. Aztán utána a Veres Pálné Gimnáziumot. Aztán utána a Bástyai utcai óvodát, amelyik egy ilyen kiemelkedő minta óvoda volt, ahová később szerencsésen a megszületett második kislányom is járt, a Nórika. És úgy egyszer csak hirtelen benne voltam a dolgok közepébe, és önállóan alkothattam. Kórházat kell megterveznem. És a kórház, mint olyan, az egy fantasztikus történet, hogy látni az emberi szenvedést, és hogy azt jobbá tenni valamivel, akár egy színnel, akár egy kapaszkodóval, akár egy finom kis bútorral, akármivel. A belső építészet erről szól, hogy a belső térben lévő összes objektumot összeszervezze, és egy szent cél irányában megvalósítsa. Megtanultam azt, hogy mit kell tudnia annak a bútornak, annak a berendezésnek, hogy az jó legyen, hogy az szolgálja a gyógyulást. Az én magán életemnek az egyik első megbízása volt, ez az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet. Hosszú időn keresztül jártunk még orvosokhoz, gyógyítókhoz, akik megtanítottak minket arra, hogy egy-egy funkciónak a megtervezéséhez mi szükséges. Ugye az volt a koncepció, hogy az az ember, aki ide bekerül, az tulajdonképpen az egészséges életből hirtelen találja magát mozgáskorlátozottnak. Váratlan levágják a lábát, vagy valamelyik végtagját, vagy az agya sérül meg. Tehát gyakorlatilag ezek az emberek olyan környezetet kell, hogy kapjanak, amely nem csak a testük gyógyítására, hanem a lelkük építésére, a szellemiségük fejlesztésére is szolgál. Én úgy érzem, hogy a sok megépített egészségügyi létesítmény között ez az, ami legjobban megtestesíti azt a gondolkodásmódot, amit én szeretnék közölni az én művészetemmel, az én belső építészeti hitvallásommal. Tehát, hogy humánus terek, hogy kellemes környezet, hogy mély elmélyülésre alkalmas térkapcsolatok. Megfogalmaztam a tervezői hitvallásomnak is, hogy a harmóniát kell sugároznia szerintem az enteriőröknek, legalábbis az én általam tervezett enteriőröknek, mert a harmóniában pozitív energiák jönnek létre. Thank you.